Legyőztük a járvány ötödik hullámát, mondta Gulyás Gergely, a miniszterelnökséget vezető miniszter a múlt heti kormányinfón. Ezért a korlátozások többségét, köztük a kötelező maszkviselést is eltörölték. Az új rendelet március 7-ével lépett életbe. A hírtől többen fellélegeztek. Itt volt az ideje. Itt dolgozom a műfázba, itt is kötelező volt a maszk eddig. Aztán most ezentúl már nem kell. Holnap a nőnapi rendezvényt már úgy tudjuk maszk nélkül. Ez a nő általában kerékpárral közlekedik, neki is könnyebbséget jelent, hogy a közértben már nem kell maszkot viselnie. Ebben ment az ember az üzletbe, így felöltözve, ők pólóba járnak, és így utcai ruhába bemegy az ember, és még ha rendesen hordja maszkot, még levegőt sem kap kijön, és aki kerékpárral jár, annak a nyilván nem egészséges, hogyha megizzadtan biciklizik. A szemüvegeseknek is megváltása, a korlátozások megszüntetése. Örülök, hogy eltörölték, mert amikor bementem a boltba szemüvegre, vissza, hiába volt olyan maszkom, akkor se volt jó. De azért tartok ettől a dologtól, hogy most ilyen hirtelen. Találkoztunk azonban olyannal is, aki annak ellenére, hogy hétfőtől nem kell, továbbra is viseli a maszkot. Tudom, hogy nem kell, de én így érzem még biztonságban magam. Pedig a virológusok optimistábbak, mint korábban. A statisztikai adatokból arra következtetnek, hogy ha lesz is hatodik hullám, akkor az enyhébb tünetekkel fog járni, mint az előzőek. Ezért a kötelező maszkhasználat mellett a legtöbb járványügyi intézkedést is eltörölték. Kivezetjük azt a szabályt is, amely lehetővé teszi, hogy a munkáltató kötelező oltást írjon elő. Két területen teszünk kivételt, a szociális és egészségügyi dolgozók esetén. Idős otthonokban és kórházakban indokolt a fenntartása a maszkviselési kötelezettségnek, és kivezetjük a védettségigazolvány használatára vonatkozó szabályokat is. Az egészségügyi veszélyhelyzetet azonban továbbra is fenntartják a kormány cselekvőképessége és az esetleges hatodik hullám megjelenése miatt.